Mizuliana. Éppen blogolok. Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit a csatornámon. Hát, amin közel 3 hónapja nem volt semmilyen videó. Különösebb oka nincsen ennek, máshol volt a fókusz, és őszintén szóval kicsit elszoktam ettől az egésztől. Viszont nem is olyan régen beköszöntött a nyári szünet, és eddig fantasztikus, nagyon-nagyon imádom. És most jutottam el odáig, hogy ismét videót tudjak készíteni, ugyanis a mai nap, hát körülbelül 1 óra múlva indulunk Kőszegre, és a következő 2 éjszakát, 3 napot, 2 napot ott fogjuk tölteni, szóval 2-t Kőszegen fogunk aludni. És úgy gondoltam, hogy egyrészt nagyon-nagyon rég volt, és most már érik az, hogy végre legyen videó. Másrészt szerettem volna már régóta készíteni egy kevésbé kötött videót, nem úgy, mint az elmúlt néhány videómat, amik azért jócskán egy-egy téma körül forogtak, és így elég sok kidolgozást igényeltek. Úgyhogy igen, az idei nyárnak az első nyaralása ez a kőszegi út, és többek között meg fogjuk nézni az írott kőt, valószínűleg Kőszeg belvárosát, és igyekszünk mindent bejárni, amit Kőszegen meg lehet nézni, illetve érdemes megnézni. Úgyhogy let's go! Most hát megérkeztünk az első megállónkhoz, ami egy ilyen autópálya melletti pihenőhely, és itt beugrottunk venni kaját a KFC-be, és most indulunk tovább. A következő megállónkhoz, ha minden igaz, akkor Győrnél lesz egy kilátó, úgyhogy menjünk tovább. Hát sikerült felérnünk ide a Lilahegyi kilátóba, és elképesztő a kilátás egyébként innen, például Győrre, vagy Pannonhalmára, úgyhogy mindenképpen ajánlom azoknak az embereknek így túra lehetőségként, akik egy kicsit kiszeretnének mozdulni Budapestről, de azért annyira mégsem nagyon messzire, hanem ilyen 1-1,5 órás utat keresnek, természetesen csak így oda, meg vissza. Úgyhogy szerintem egy fantasztikus hely, gyönyörű kilátással, főleg ilyen időben. Viszont mi megyünk tovább, ugyanis a mi úti célunk Kőszeg. Szóval megérkeztünk a szállásra, és egyébként egy nagyon-nagyon aranyos kis panzióban vagyunk a főtértől körülbelül 5 perc sétára, és tényleg egyébként van kis evédlője, van kis konyhája, lent is van egy ilyen kis konyha. Úgyhogy igen, amellett, hogy ez a szállás 2 éjszakára szuper lesz, amellett mégiscsak egy jó ideje, ez az első olyan utazás, ahol tényleg hotelben szállunk meg, és hát őszintén megmondom, nagyon-nagyon hiányzott az az érzés. A mai nap utolsó programjaként elmenjünk egy kicsit biciklizni a városba, és meg fogunk nézni egy Szulajmán dombon lévő kilátót, egy Szulajmán kilátó nevű helyet, és ezt az egészet nektek GoPro-val fogom rögzíteni, úgyhogy induljunk!
Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Túl vagyunk egy fantasztikus reggeli futáson, és hát igazából nem sokára indulunk is tovább, és a túránknak a fő célpontja fog következni, ami az írott kő. Fel fogunk menni egy kilátóba, ami közel 900 méter magasban van. Utána ebédelünk egyet, és délutánra még nem tudom, hogy pontosan mit fogunk csinálni. Viszont az idő az ma is gyönyörű lesz, borzasztó szépen sütként a nap. Úgyhogy ez fantasztikus. Nos hát, időközben megérkeztünk Velemben, és innen most fogunk elindulni fölfele az Irodkőhöz. Körülbelül innen egy 6 kilométeres túra veszi kezdetét, és hát hegynek fölfele. Nos hát, itt vagyunk fent, így néz ki felülről a kilátó. Borzasztó jól néz ki, és a háttérben ott van egyébként Ausztria. Ez igen. Nos hát, időközben, mint láthatjátok, visszaérkeztünk ide a panzióba, és egyébként a túra az picit hosszabb volt, mint ahogy terveztük. Hát ugye eredetileg úgy volt tervezve, hogy 6 km lesz fel és 6 km le, és ennél egyébként van rövidebb út is, szóval a legrövidebb út az azt hiszem ilyen fél óra fel és fél óra le az Írótkői kilátókhoz. De mi kicsit nagyobb túrát szerettünk volna tenni, de hát így is sikerült túlölni, mert ugye 12 km lett volna egy alapból, amit úgy terveztünk, és végén 19 kilométert túráztunk, és tényleg ebben többször eltévedés is volt, és egyébként rengetegszer tényleg másfele mentünk, meg csomószor megálltunk, főként miattam. Viszont abszolút megérte megtenni ezt a hatalmas túrát, ugyanis tényleg fantasztikus élményekkel gazdagodtunk, és kalandos volt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Elérkeztünk az utolsó naphoz. Reggel 7:30 van, és most indulunk a hét forráshoz, ami itt a környék egyik leghíresebb látványossága. Jó, hát az előbb majdnem kitörtem a bokámat. Viszont az a helyzet, hogy nem tudunk felmenni a hét forráshoz, mert megállítottak a rendőrök minket a hét forrás felé menő úton. Azért, mert tegnap este elképesztő nagy vihar volt, és ezt a felvételekből is láthattátok mögöttem, hogy azért elképesztően esett az eső. És ennek a viharnak a következtében kigyulladt egy szálloda itt a domboldalban. Mindjárt levideózom nektek, csak most nem látok semmit, mert a nap is süt. De hogy az a szálloda az ott van. Ott van az a szálloda, és jelen pillanatban is még ég, és tartanak az oltási folyamatok. Úgyhogy elképesztő is. Remélem, hogy minden oké is lesz, és nem lesz senkinek semmi problémája. Mi viszont így most a hét forrás nem tudjuk megnézni, úgyhogy megyünk tovább, és hát felszabadult egy kis időnk. De tényleg remélem, hogy minden okos lesz, és nem lesz senkinek semmi baja.
És ezt a videót itt le is szeretném zárni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és tényleg remélem, hogy tetszett nektek. Kicsit furcsa volt így ekkora kihagyás után újra elkezdeni vlogolni, és tényleg most így beköszöntött a nyár, és ez a videó, ez az utazás így elképesztő löketet adott nekem ahhoz, hogy a nyáron aktivizáljam magamat egy videózás terén. Úgyhogy tényleg megteszek mindent azért, hogy minél hamarabb találkozunk ismét egy újabb videóban. Addig pedig legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és élvezzétek a nyarat.